Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Először is mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket szeretnék kívánni. Remélem, hogy jól fognak telni majd az ünnepek, és minden szép jó dolgot fogtok kapni a karácsonyra. Jelenleg mi nem máshol vagyunk, mint itt a vizen. Mutatom, hogy hol ülök. Itt a hajó elején, és nem más vezet, mint a Lucas. A feleségem ott izgul hátra, valaminek neki megyünk. És arra kell menni egyenesen. A Lucas nagyon nem tudnék vezetni, de próbálkozik vele. Remélem, hogy nem fog neki menni semminek. Én kiültem ide egyet az elejére, próbálom irányítani, meg nézegetni, ugyanis mindig én vezetek. Gondoltam, most Lakinek átadom a kormányt. Körbe-körbe megyünk mindenfele, pedig még nem mentünk neki semminek. Amúgy nem más fogunk csinálni, képzeld el, mint horgászni fogunk. Nem másra, mint cápára. Legalábbis nagyon remélem, valami nem hiszem, hogy cápát fogunk fogni. Itt van a nézd a horgászbotjaink, oda kiraktam. Ide kiraktam a horgászbotokat, és majd meg fogunk állni valahol horgászokból. Hogy hol azt még nem tudom, csak közben nézem, hogy merre megy a Lucas, minek akar neki menni. A feleségem ott még mindig nagyon izgul. Várjál vissza, meg segítek neki. Na jó van, Lucas? Hova megyünk? Nem engedjük el a kormányt! Te! Na, vettünk egy szép nagy kört, a Lucas csinál egy ilyen nagy kanyar. Na, már megfordulunk. Ami nem tudom, hogy kell horgászni, de meg fogok vele próbálkozni. Ez lesz életem első alkalom, ahogy horgászunk. Ja, majd meglátjuk, hogy mit fogunk. Jön egy nagy óceánjáró megint, te! Akkora hullámok lesznek. Mekkora egy hajó? Jó gyorsan megy, jó nagy hullámokat csinál. Most megpróbálunk átmenni rajtuk. Ja, én akarok menni. Ja, te akarsz, mindjárt átmenjünk rajta, remélem nem burulunk fel. Ó, azt a mekkora hullám jön, te. Kamerán nem lehet látni nagyon, az a baj. Na mindegy, menjünk szép lassan. Átmentünk rajta szépen, nem lett semmi baj. Jó, most menjünk tovább. Ahogy mondtam, megpróbálunk halra, nem halászni, horgászni, de hát, hogy fogunk egy nagy cápát, hoztam ilyen nagyobb csalikat, majd mindjárt megmutatom, hogy milyeneket. Ugyanis van egy ilyen nagy dobozom. Na mindegy, megyünk tovább, ott kikötünk, vagy lehorgonyozzunk, azt nem mutatom, hogy milyen csalink van, meg milyen botunk. Na kikötöttünk, feleségemnél van a kamera, Lucas. Mi elkezdünk horgászni, ez az én horgászbotom, raktam rá ilyen szép műanyag, nem is műanyag, ilyen halat. Várjál, megmutatom, ilyen csalis halat, és erre itt a kampó, vagy a horog, rakok majd kenyeret, és bedob. Úgyhogy az életben nem horgáztam még, ez az első alkalom, mert láttam, hogy horgáztak, meg tartott a horgászbotot, mikor még kisgyerek voltam, de úgyhogy én horgászak, fogalmam nincs, hogy hogyan kell, úgyhogy meg fogunk próbálkozni, megtanítom a Lucas-t is, amit tudok, ugye? De nem tudsz tanítani. De hogy nem tudok. Azt mondta a feleségem, hogy meg kell vizelni a kenyeret, és rá kell rakni, mármint egy darabot, nem az egészet, aztán bedobjuk. Hogy a cápa erre nem fog jönni, az biztos, de hogyha fogunk egy halat, utána visszadobjuk a halat, és azzal fogunk a cápára horgászni. Ugye? Na, kaj! Itt a kenyér. Megvizezzük. Én akarom. Na, vizezzed meg. De nehogy ledobd. Az egészet. Úgy, ügyes vagy. Na, bevizeztük. Én akarom enni azt. Enni persze, vizes kenyeret, nem? Visszük a kenyeret, és amit fogunk halat, azt fogjuk be, dobjuk vissza a cápának. Na, itt a horgászbotom. Meg amit elfelejtettem, mutattam, hogy milyen dobozom van. Ugyanis mindig, mikor vettem a hajót, ugye én szeretek hajót venni meg eladni, mindig jött, nem mindig, de sokszor jött horgászbottal, és összegyűjtöttem az összes dolgot, ilyen horgászos dolgot, ami a hajókon volt. Ugye megmutatom, mi van. Van egy ilyen dobozom. Várjál! És ez a doboz tele van mindenféle fajta dologgal. Már így nem a teteje. De már kinyissuk. Vagy kinyitjuk. Ez mi? Vajon sok ilyen horgony vagy horog van benn. Akkor itt vannak ilyen halak. Aztán van itt ilyenféle fajta hal. Van ilyen hal. Mindenféle hal van, mik ezek ilyen csalis halak. Meg nem tudom, hogy mik ezek. Fogalmam nincsen. Vannak ilyen nehezékek. Nem tudom, hogy melyik mire való. De majd kitapasztaljuk. Úgyhogy nem tudom, hogy cápára melyiket kell használni, biztos valami erősebbet. Bár ilyen nagy cápát ezzel a horgászbottal nem fogunk kifogni, max ilyen kisebbet. De ma meglássuk. Majd meglátjuk. Na várjál, beszálltuk. Úgyhogy most kirakjuk a kenyeret rá. Addig
leakasztom, aztán bedobjuk. Ott van a halacska meg a kenyér rajta, látod? Úgyhogy most azt hiszem valami féket kell rajta kiakasztani. Hát én is szólik. Azt hiszem, hogy ezt valamit ki kell akasztani, az, hogy be tudjuk dobni. Lucas, te filmezed! Fogod? Én addig kimászik az elejére. Ott beroptam, ott úszik a kenyerem. Most elsüllyedt, úgyhogy a kopás van. De honnét tudjuk, hogyha kopás van? Nem kell kirakni valamit az elejé, valami úszót? Ja, de nincs ilyen úszónk, nem? Látod, milyen egy bot? Lehet, hogy nem is jó a botunk. Mit? Nem mozog. Mozog? Az a hullámtól mozog, nem? Várjál, felhúzzuk. Ezzel nincsen semmi, nézd mit fogtunk. Ilyen falevelet. Semmit nem fogtuk, horgászbotot fogtuk eddig. Ott. Nem tudom, lehet, hogy arrébb megyünk, vagy megpróbálkozunk a másik horgászbottal, vagy valami más csolival. Hova föl? Most nincs. Nézd, mit fogtunk meg, és semmit nem fogtunk. Megint ilyen falevelet. Visszarakjuk. There's a fish! That's not a fish, that's a bait. Damn it! Na, én nem fogtunk semmit. Kész vagyok, raktam rá még egy kis kenyeret. Most? Úgyhogy most te jössz, jó? Oké. Vigyázzál, csak így belengedjük. Még mindig nem fogtunk semmit, ahogy itt álltunk meg ezen a sziget, nem a sziget, itt a sziget mellett. Elég sok ilyen hajó ma kint van, többen vannak ma itt mindenfelé. Kengurút vagy ilyen valamit meg nem lehet látni sehol. Hát na, itt szoktak kinülni, már lehet, hogy most már később, mert lassan mennyi dél lesz. Lehet, hogy elmentek aludni. Na, úgy döntöttünk, hogy arra menjünk oda ki, arra a nyíltabb vízre, ugye ott az óceáni részre, nem egészen az óceánra, elmegy a kenyér! Na, megvan a kenyér. Kijönjünk arra az óceáni részre, nem az óceánra, de ott szoktak ugye bejönni a delfinek, meg a cápák is, ugye amikor vannak, és ott meg fogunk próbálkozni. Szerintem túl közel vagyunk a parthoz, azért nincs ilyen nagyobb hal erre. Nagyobb, semmilyen, de semmit nem fogunk. Na menjünk, indítsuk a motort, húzzuk a horgonyt, aztán menjünk ki abba a vízre. Elindultunk, felhúztuk a horgonyt. Lucas elég jó beindított, nem beindított a motor, de elindult a hajóval. Ugyanis ő kormányozott, amíg én húztam a horgonyt. Ugye kicsit egyszerű. És egyedül nekem húzni a horgonyt, meg közben vezetni, meg mindent csinálni elég nehéz. Ugye próbálom azért tanítani. Kezd el érteni most már? Kezd el érteni? Még mindig nem ért. Ugyanis mindig csak mondom neki, hogy mit csináljon, de ezek szerint nem érti, hogy miért úgy csinálunk, miért, mikor. Na minden, ma megérti, ma megtanulja. Na megálltunk, mutatom, megjöttünk ide arra a kikötős helyre, legalábbis ahol meg fogunk állni. Arra megyünk ki az óceánra, delfinek itt szoktak lenni, meg gondolom a cápák is itt jönnek be. Úgyhogy kidobom a vasmacskát, addig tartra a kormányt megint, jó? Vagy csak ki tudok, kicsit hullámos itt a víz. Takasszuk a macskát. Oké, megállíthatod. Megvan? Meg. Jó. Na, akkor dobjuk.
Na megvan, azt hiszem, a macska, remélem nem megyünk sehova. Rettentő nagy ereje van itt a víznek. Megy ugye, kimegy be az óceánra, megérem tartani egy kézzel. Csak mutatom, látod, rakunk rá egy ilyen hurkot. Aztán egy kézzel kicsit nehéz, a másik felére is. Közben nézd, itt megy egy ilyen jettes bót, viszi a turistákat. Forog körbe-körbe mindenfelé. A turisták meg vizesek lesznek. Hullámok meg közben jönnek, oda nézzé. Csak nagy kieveljen minket. Én remegettem elég jól le a horgonyt. Ugye kieveli, ha vízből. És arrébb rak minket. Aztán max belesünk. Arrébb jöttünk, képzeld el, ugyanis ott, ahol megálltunk, mindig vitt minket a hullám mindenfelé, úgyhogy fel kellett húzni a horgonyt, aztán átjöttünk. Erre a felére. Itt van egy ilyen, ez is egy sziget. Ott a part. Onnét jöttünk. És az óceán ugye onnét jön be. Itt szoktak lenni delfinek, cápát nem hiszem. Eddig még nem láttak itt cápát. Úgyhogy cápát nem hiszem, hogy fogunk fogni. Már sose lehet tudni. Ugye itt is még be tudnak jönni a cápák, és bejön az óceán és erre feljön, de itt nem láttak. Arra felfele, arra fele, házak fele, ott láttak már, de itt ezen a része még nem. Úgyhogy ha látunk, úgyhogy ha fogunk egyet, vagy látunk, akkor mi leszünk az elsők, és még a hírekben is fogunk lenni. Cápát fogtunk, kézzel, de nem tudom. De minden, hozzuk a horgászbotot megint. Megtalálom. Ja, itt van. Megvan még mind a kettő. Aztán kidobjuk a... mit? A kenyeret? Lukasz, dobod a kenyeret? Először vizezz meg. Nem tudom, miért kell megvizezni. De azt mondta, a feleségem meg kell vizezni, hogyha megvizezzük. És hozzuk a botot. Mit beledobtad? Nagyon ügyes vagy, mit csinál? Húzzad fel! Volt az egész kenyeret, de nagy beledobt. Köszönöm, ez jobb bot, ez a zöld bot, ez a másik bot. Rárunk ilyen nagy kenyérdarabot. Várjál, azt meg kell nézni, hogy működik-e vagy nem. Én azt mondom, ez jobban pörög, a másik be volt tekeredve, ez nincs betekeredve. Úgyhogy ez talán jobb lesz, ez nem olyan hosszú. Úgyhogy ezzel a cápát biztos nem fogunk fogni, biztos eltörni. De egy nagyobb halat tolám. Na, kiakasszuk azt a valamit. Ups, na kiakasztottuk. Úgyhogy bedobjuk. Figyelj, menj! Na várjál, nem jó irányba megy. Na bedobtam. Való ott van a víz alatt. Ilyen úszonyt kell rárakni, azt hiszem nem, és ha piros, akkor meghúzza. És akkor látod, hogy van kapás. De ha megmozd a bot, akkor is mondjuk látod, hogy van kapás. Nagyon gyűlök, hogy most egy 5-10 percet még nem veszük ki. Aztán megnézzük, hogy hátul fogtunk valamit. Ebben van, akarod fogni a botot? Tessék. Morgászik a Lukasz. Na most ezzel próbálkozok, raktam rá kenyeret, meg raktam rá ilyen kis halas csalit. Ugyanis eddig meg semmit nem fogtunk, csak a botot. Most már bedobjuk ezt. Lukasz, fogd a kamerát. Majd ugye bedobod, csak fogd a kamerát, addig kiakasztom. Figyelj! Oda, aztán már ki a basszú. Tessék, foghatod. Ma aztán be kell megint fékezni, nem? Ezt hívják a féknek, nem? Vagy nem ezt a fék... Elég ennyi már, vagy nem? Figyelj! Opa, na most jó lesz. 15 vagy 20 perccel később, nem? 20 perccel, 15 perccel később. Még mindig nem fogunk semmi, csak orgázmatot, most a feleségem próbálkozik. Aztán én azt mondom, hogy lassan jönünk hozzafelé, de nem a hol lesz ebédre. Pedig azt mondtam, hogyha... Mit mondtam? Ha fogunk egy nagy halat, halat eszünk ebédre. Onnan nézd, delfineket találtunk. Jönnek itt mellettünk, vagy is mögöttünk. Onnan nézd, már nem próbálok visszafordulni rájuk. Behind us, look! Onnan nézzél, itt van a delfin. Valahol, a víz alatt. Ott a delfin, oda nézzél! Van egy pár, nem kell közelebb menni hozzájuk, itt bohóckodnak mellettünk. Elmentek a delfinek, nem tudom mennyit lehetett látni a kamerán, de elég közel voltak hozzánk. Volt egy pár, azt mondja, 5 vagy 6 delfin.
de amit közelebb mentünk hozzájuk, ugye lementek a víz alá. Nem tud őket megfogni, vagy megsilogatni. Ugye ezek ilyen volt delfinek. Na minden, megyünk vissza, aztán kikötünk, megyünk hozzá elpédálni. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, lezuhanyoztam, kicsit felfrissültem. Úgyhogy most meg fogunk ebédelni, azt hiszem, hogy ez ilyen meleg karácsony lesz idén is. Néha esik az eső, legtöbbször rettentő meleg van, ami jó, nem is tudunk menni, és tudunk ugye hajózni majd megint a karácsony után, meg szilveszter előtt, vagy szilveszter, ugye ilyen az ünnepek között, ha csak ugye nem jön valami eső. Azt mondta, lehet, hogy ez záporított, bárki tudja. Úgyhogy most nem más teszünk, mint hamburgert, feleségem éppen hamburgert készít, és utána valószínű, hogy mi elmegyünk, visszaviszem ezt a dobozt. Mutatom. Ez tonnai doboz, ez a zenedoboz, ami múltkor volt a hajom. Ezzel hallgattuk azt a zenét. Ugyanis úgy döntöttem, hogy visszaviszem, visszakérem a pénzemet, amúgy visszaadják, hogyha nem kell. Mert valami más találtam ki, valami újabb rendszert a hajóba, hogy na mire, majd a következő videóban lehet, hogy megmutatom, vagy elmondom nektek, hogy mit találtam ki. Amit akarok mondani, a DVC az órában van, és valaki írta, vagy többen írtátok, valószínűleg egy valaki biztos, hogy írta, hogy ilyen hülyeséget nem mondjak már, hogy 20 000 forintba kerül az óvoda, ugye naponta, mert az lehetetlen. Hiszed vagy nem, de nálunk az óvoda ennyibe kerül. Ez nem magánóvoda, ez rendes óvoda, ahova a rendes gyerekek mennek. 20 000 forint? Ja, 100 dollár körülbelül naponta. Ez egy átlagára. Legolcsóbb azt hiszem 89 dollár, ami volt, amit találtunk, a legdrágább pedig 150 dollár, vagy 180, nem is tudom, naponta. Ennyibe kerül az óvoda. Aki nem viszi, az nézzen utána, bármelyik óvodának a honlapjára, felmész ugye a weboldalára, itt Ausztráliába, oda van írva az ár, mert meg tudjátok nézni. Amúgy miért mondanák hülyeséget, vagy miért hazudnák, hogy annyiba kerül az óvoda. Ennyibe kerül és kész. Úgyhogy ez van. Csak gondoltam, hogy megemlítem. Mert valaki mondta, hogy ezzel ekkora hülyeséget nem mondjak, mert ezt senki nem hiszi el. Hiszed vagy nem? Ez van. Na minden. Úgyhogy én most megebédelek ezt a mai videót, én azt mondom, hogy lassan befejezzük. Ugyanis nem akarom olyan túl hosszúra ugye készíteni, meg semmi érdekeset nem csinálunk, mint elmegyünk az órában, felveszünk a Davis, meg visszaviszik ezt a zenedobozt. Remélem, hogy nagyon jól telik a karácsonyatok, vagy nagyon jól fog telni a karácsonyatok. És minden szép ajándékot kaptok, amit kértetek, ha Mikulástól, vagy Jézuskától. Ugye Magyarországon Jézuska hozza az ajándékot, nálunk a Mikulás hozza a karácsonyokra az ajándékot. Még egyszer mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, mára ennyit, cápát nem fogtunk, de még holat se, még reménykedtem, hogy legalább egy kis holat fogunk fogni. Na minden, majd talán legközelebb. Valakinek valami ötlete van, ide azért írjátok meg, hogy mit kéne használni csalinak. Cukorborsót, vagy répát, nem tudom. Na minden, vagy kukacot. Úgyhogy már ennyit, nektek valami szép napot, sziasztok!